A kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19-e és 1948. június 30-a között 200-220 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba. Ennek kül- és belpolitikai okai egyaránt voltak. A történészek szerint a kitelepítés összefügg az 1945-ös földreformmal és a szlovák-magyar lakos. Cserével. Tóth nóra ezt a témát kutatja. A Pécsi Koch Valéria Iskola Központ történelem tanára azt mondja, mivel a kitelepítés valamennyi magyarországi német családot érintette, a mai felnőtt generációnak híd szerepe van a borzalmakat átélt ősök és a mai fiatalok között. 1945. decemberében adják ki az első kitelepítési rendeletet, amely kimondja, hogy Németországba kénytelen kitelepülni az a német, aki magát 1941-ben német anyanyelvűnek, vagy német nemzetiségűnek vallotta, vagy az SS tagja volt, nem tesznek különbséget, hogy kényszersorozás, vagy pedig önként léptek oda be, a Volksbundnak volt tagja, itt sem tesznek különbséget, hogy tisztséget töltötte be, vagy pedig egyszerű tag volt, illetve a magyarosított nevét vissza németesítette. Így kvázi az egész németséget felölelte tulajdonképpen az, akit kiptelepítésre kötelezhettek. 10%-nyi mentességet engedélyezett a törvény. Ez 45. decemberében adják ki, a végrehajtási rendeletet pedig 46. januárjában már miután az első vonat szerelvényekkel is indultak Budaörsről. Először a Buda környéki településeket célozták meg, hogy Budapest környéki német gyűrűt tulajdonképpen szétrobbantsák, megszüntessék, de telepítenek ki a Bakonyból, a Sopron környékéről, Baranyából is, Tolna megyéből is németeket. A 47-es, 48-as a kitelepítésnél, ami 47. augusztus 19-ével indul, és 48. június 8-án ér véget, 50 ezer fő kerül kitelepítésre, és a NSZ későbbi NSZK-ba, tehát az amerikai zónába, 178-200 ezer főre teszik a kutatók, a kitelepítettek létszámát. Ugye két Németországba kerül 49-től megalakul az NDK és az NSK, nagyon sokan fognak majd az NDK-ból, a későbbi NDK-ból átszökni az NSZK-ba, már csak azért okból kifolyólag is, hogy családokat is nagyon sokszor ö, szétszakítottak így, tehát volt, vannak olyan családok, akik egyik része német, ö, tehát NSK, NDK és Magyarországon is voltak ö, szűkebb család, tehát nem nagy családokról beszélünk, hanem szűkebb családtagokról. Úgyhogy sokan szöknek majd át az nsk ba illetve nagyon kalandos úton módon akár még haza Magyarországra is. A családom is érintett volt, tehát a nagymamám családját is kitelepítették. Ő egyik azoknak, akik haza szökött így feketén Magyarországra. Lazulnak már ezek a kapcsolatok, viszont nagyon-nagyon sok lehetőségünk volt nekünk annak idején Németországba menni. Én nagyon sokat kaptam attól, hogy, hogy ott nyaralhattam esetleg a nagymamám nővérének, a családjánál. Kulturálisan nyelvileg nekem mindenképpen sokat hozott, és hát a kitelepítettek, akik még ott vannak, és, és még tartják az ottani, vagy a magyarországi német identitásukat őrzik, ők nagyon sokat segítenek szerintem Magyarországnak, és itt nem csak a Magyarországon élő most élő németeket értem. Hanem, hanem Magyarországnak is. Tehát így mindig mondták ezt a Brüken funkción, a híd funkciót a, a két ország között, szerintem ez teljes mértékben tényleg működött, akár anyagilag, akár erkölcsileg, technológia szempontjából, tehát számos téren segítették Magyarországot, annak ellenére, hogy, hogy hát végül is kitelepítették innen őket. Lehet gondolni arra, hogy például falvakban templomfelújításnál, vagy iskolaépítésnél, ugye most is egy ilyen iskolában vagyunk, ahol azért a német állam... Mit, tehát társfinanszírozó volt, de akár községházák, kultúr, kultúrházak építésénél, felújításánál is rengeteg segítséget nyújtottak. És hát az identitásnak a megőrzésében is nagy szerepe van annak szerintem, hogy, hogy hát van, van egy testvér ország, egy testvér nép, vagy egy régi haza, vagy egy új régi haza, ahol, ahol a gyökereink vannak. Nagymamám nagyon sokat vigyázott ránk kisgyerekként, és rengeteget mesélt erről az időszakról. A családját érintette, tehát a két nővérét el is hurcolták a Szovjetunióba, ott az idősebb meg is halt, a középső lánygyermek tudott hazajönni, de ahogy hazajöttek, már egy év múlva ki is telepítették őket Szászországba tehát ők már az utolsó transportban voltak benne, és így a, a sok elmesélés, a személyes élmény, illetve az, hogy folyamatosan láttam azt, hogy megyünk Németországba, és hogy lehet az, hogy nekem kint vannak rokonaim, így motivált, hogy ennek mi lehet a történelmi háttere, miért alakulhatott ez így, mennyire igaz az, amit a nagymamám, illetve a nővére mesélt nekünk ezekről a dolgokról, és, és így elkezdtem, a történelem az mindig is a kedvenc tantárgyam volt, és, és így adott a volt a helyzet, hogy én ezzel a kutatással, vagy ezzel a témával fogok foglalkozni. Tóth Rucsnóra fontosnak tartja, hogy a német nemzetiségi iskolák diákjai tisztában legyenek őseik sorsával, és így talán jobban tudják majd értékelni a mai kor lehetőségeit.